Halló? Jó Halló? Jó reggelt mindenkinek! Reggelt. Szavaztok. Szavaztok, srácok! Boldog új hetet, vagy mit? Én nem, nem tudom. megint, megint ilyen változatosan váltakozó időjárású, minden érdekes hetet. Hát um, igen, igen, ez egy ilyen furcsa hét lesz, ha lesz egy nagyon hideg front. Az biztos. Elméletileg, legalábbis itt erre felé, az ország keleti része felé. Igen, tök szopó egyébként, mert a múlt kapon néztem, hogy annyira gáz, hogy napközben, jó, igen, lesz, lesz két nagy hidegebb lesz, de hogy így éjszaka nagyon hideg van, este meg, vagy napközben meg, meg, meg viszonylag normális időszak. Hát igen, ez az általános időszak, igen. De legalább van, nem annyira nem volt. Örred. Van, 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 rendesen. Igen, igen, igen. A hétvégén meg olyan jó idő volt, én is pulcsiba voltam. Ja, elég a jó elég jó idő volt, de én tényleg vadászni fogom azokat az emberekre, akik azt mondják, hogy egy nyár lett, lett a faszt. Na, elnézést. Nem, nem. Korábban még ehhez bocsánat. És egyébként emlékszem, hogy ha már ezt mondott vagy ősszel, ugyanez volt. Igen? Akkor is azt mondták, hogy rögtön itt lett a fenéket. Baszos hetekig ilyen pulcsos idő volt, és tök jó volt. Nem emlékeznek rá. De igen, csak, csak mindenki azt mondja, hogy á, már nincsen már átmenet. Most hát akkor hagyjuk már. Pont a hétvégén néztem meg egy ilyen ö, ö, rövid. Ö, ö, dumát így öreg emberekkel, uh -huh. akik arról beszéltek, hogy teljesen mindegy minden, mert úgy emlékszik senki semmire. És ez így nem teljesen igaz, meg nem pont erről szólt az egész leírás, de nagy részt igen, hogy valójában felesleges adni dolgokon, mert nem fogunk rá emlékezni. Ja, uh, hát a legtöbb dologra nem. A legtöbb dologra sajnos nem. Egyébként, uh, ha már időjárás, meg minden, uh, csak említés szintje, hogy nem mondjátok, hogy nem említettem meg, mert azért nagyon durva. Történt hétvégén ö, időjárás szinten ö, még egy érdekesség, aminek nagyon szomorú következményei lettek. Megdőlt a szélrekord, ha jól tudom, ö, valami 110, nem tudom, az a baj pontosan, hogy hány kilométer per mm -hmm. órás szél volt, ö, és ennek egy következményeképpen történt ez a végtelenül szörnyű baleset az m 1 autópályán, ami egyébként valami egészen elképesztő méreteket öltött. Én Háromszor kérdeztem vissza, amikor nekem szombat este mondták, hogy hallottam-e, mondom, mit. Hát a balesetet. Brutális. brutális. Mondom, fél. mi van, azt így mondták, hogy hány autó vett részt benne, mondom, micsoda? Úgyhogy az valami elképesztően durva volt. Öm, ugye, aki nem tudja, olvasson utána, mert az az igazság, hogy képeket sem szívesen mutatok róla, de igen, az m autópályán öm, rettenetesen öm, öm, sok autó, öm, kis teherautó és teherautó... Öm, Hát, hogy is mondjam, ment egymásba. egymásba. Egy ilyen porátfúvás miatt. Igen. Az Legalábbis azt mondják, hogy amiatt volt valami ilyen, tehát hogy ott hát, kialakult. Látszott hogy... ott a felvételeken, szóval eléggé dróga <coughs> volt. Nem lehetett látni gyakorlatilag az előtted lévő autót se. Annyira komoly Igen, volt. Igen. Igazából e, e, nem tudom, hogy vé, hogy, hogy végül rájöttek-e, hogy, hogy, hogy mi lehetett a kiinduló pontja. A legutolsó dolog, amit olvastam e, róla, az az volt, hogy az egyik személyautó, talán bepánik, fékezett, és akkor az indította el az egészet, mert egyszerűen már nem tudta, hogy mi van. Uh -huh. ö, azt tudom, hogy, hogy egy kamion átszakította a szalakorlátot a szembesába, de az már elméletileg egy következménye volt ennek. Nem lehet tudni, lényegtelen. Ilyen, ö, ö, ilyen körülmények között nyilván nem meglepő, hogy ilyen történik. Ö, azt tudom, hogy a Szombat este még nem volt szó halálos áldozatról, de vasárnap reggel már olvastuk, Igen. hogy egy volt, azt hiszem, hogy őt a öt valamelyik roncs alatt találták meg, ugye egyben Igen, nem, nem leltek rá, de azt tudom, hogy voltak nagyon voltak életveszélyes sérültek, és nagyon súlyos sérültek is, gyerekek is, úgyhogy úgyhogy egészen elképesztő volt. A látvány meg maga, az így nem is tudom. Tehát... Én amúgy megmondom őszintén, a látvány alapján azon csodálkoztam, hogy csak ennyi sérült van, ennyi halálos áldozat. Baszus, valami brutális volt az egész, nagyon kemény. Uh, Szivároktak ki felvételek, ilyen deskem felvételek, Igen. azokat is érdemes visszanézni, mert egy, egy nagyon durva. Hát horror amúgy, komolyan. tényleg horror. Uh, viszont azért azt hozzáteszem, hogy van egy-kettő deskem amit direkt megnéztem, és Borzasztó, hogy itt is előfordul az, amit Isten igazából szakadó esőbe is tapasztal az ember az autópályákon, hogy lesze szarják az emberek, hogy nem látnak semmit. És, és, a és ott van egy csomó felvétel, hogy, ahogy a kamionos is értett, 90 megy, úgy, úgyhogy semmit nem lát. A faszért nem ke kezd el lelassítani az ilyen. És emiatt történt egyébként ez, mert mindenki rohan. hogy emiatt lett a. Persze, a... Ja, persze, emiatt lett ekkora nagy a baleset. Hmm. Hát hihetetlen, amúgy komolyan. Egy csomóan úgy mentek, mint az állat, mint semmi nem lenne. És hát. Ez van ilyenkor, amikor sajnos nem nem adja ki, mert előtted bolzasztó sokan állnak. Igen. Nem értem. Persze, hogy kamionnal más, meg egyébként az a deskem is ki tudja mennyire pontos. Tehát itt mm -hmm. tudod, hogy Jó, igen, kilométer per órát látod rajta. Igen. De a kamionnal oké, okay, értem, nem lehet fékezni, mert... Hát nem lehet satufékezni, de... De lassítani lehet. Lassítani lehet. É és Ingen. azért nagyon durva. Aztán most már olvastam, hogy... Vizsgálódik a rendőrség, hogy kik voltak a hibás. Itt ugye hmm. az, az útért felelős céget vették elő, hogy elméletileg már egy jóval egy órával a baleset előtt lehetett tudni, hogy ott lesz egy ilyen. Ah, és és akkor hogy Ki kellett volna lehet írni, van. vagy táblázni, vagy valami, úgyhogy most keresik Isten igazából a felelőst. Nagyon hmm. durva egyébként a sztori tényleg Igen. borzasztó, borzasztó. De az tény, hogy azért elkerülhető lett volna, szerintem még jobb, még kevesebb autó ütközött volna, hogyha jobban figyelnek a sofőrök. Igen. mondjuk ez, ez, meg, hogy itt írjátok itt a sebességkorlátozás, meg mit van minimum, meg maximum. Magyarországon elég képlékeny ez a dolog ilyen szituációban, már többször beszéltünk erről a happy hour de az a lényeg, hogy tehát nincs, tehát, mit, mit hogy mondjam nektek, most mondok egy példát, ami nem ez csak kicsit közelibb dolog. Ha mondjuk mondjuk télen ö, fagyos az út, vagy mm -hmm. köd van, és mentek az általatok már nagyon jól megszokott mondjuk városközti részen, ahol 90-nál lehet menni, a rendőr azt fogja mondani, hogy, és ez tök képlékeny, higgyétek el nekem, azt fogja mondani, hogy az időjárási és az útviszonyon megfelelően kell megválaszni a sebességed. Pontosan. Vágod? Tehát, és nincs, ott, nincs odaírva, vagy ködbe, ötvennel lehet menni. Nincs nem, ilyen írva. Nem. Nincs. Neked, nek, tehát simán felelősségre vannak azért, és ez totál képlékeny, de simán felelősségre tudnak vonni azért, hogy te nem megfelelően választottad meg. És hiába jasszod a szétet kézzel, hogy mert mennyi. Annyi, amennyi éppen akkor, amire, amire azt mondják. Tehát, hogy ha nem látsz semmit, vagy csúszik az út, mint a kurva élet, Tök mindegy, mi van kiírva, teljesen mindegy, hogy mennyi a kressz szerint a minimum, akkor is. Ezt a relatív gyors hajtásnak hívják? Mm -hmm. Azt hiszem, igen. E, és mondom, full képlékeny, tehát nem tudsz mit mondani. Egyszerűen ők azt mondják, hogy figyelj, itt 30 nál -e, nem kellett volna mennie. Nyilván maradom, most nem arról van szó, hogy lemeszelnek, hanem mondjuk, hogy balesetet okozol. Vagy belecsúszol az árokba. És ki jön akkor meg fogják nézni, mennyivel mentél, és azt fogják mondani, hogy kap be. Igen, igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy nincs ilyen, hogy most sebesség minimum volt, és azért nem mehettek lassabban a pályán, nincsen ilyen. Hát hány olyan van, amikor az autópályán jégeső miatt megáll az egész, mind a két sáv? Ja, de amúgy olyan érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy ónos, jeges eső miatt mindenki nagyon óvatosan tud menni, de amikor nem lát, akkor nem. Tehát, hogy basszus. Én, nem is értem az embereket. Tehát, igen. hogy értem én, hogy de szerintem mindkettő pontosan ugyanolyan veszélyes. Igen. És azért a nem látszhoz nagyon sok szerencsé el, hogy ne történjen baleset, szóval. Igen, igen. Fújogos, csak azért mondtam el ezt, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Ilyen szempontból, hogy nincsen ilyen, tehát nem arról van szó, hogy most nekik muszáj volt gyorsan menni, mert autópályán mennek, szóval ezeket így hagyjuk már el. De szó sincsen erről. Igen. igen, na mindegy, úgyhogy egy szomorú eset gondoltam, hogy az időjárás kapcsán meg lehet említeni ezt a dolgot. Ja, persze, persze, meg hát ez tényleg egy azért nem hétköznapi ennyi autó ütközben. Abszolút, abszolút. És szörnyű. ugye, ezt minden, nem is mondtuk, aki esetleg lemaradt, hogy ki is gyulladt rengeteg autó. Így van, tehát Ez ezt akartam mondani, hogy apokaliptikus volt, és a látvány nekem ilyen Terminátor 2 autópás lett, meg ilyen Walking Dead, meg nem tudom, mi jutott eszembe, amikor láttam azt a végtelenség összetörlődött autót, így fú kiégve, eszméletlen durván néz ki. És mondom, bozasztóan tudom sajnálni azokat, akik részesei voltak ennek, mert ugye ott egy csomó leírás volt arról, hogy a szülők a gyerekekkel kellett a, a szalakorlát nézzék, hogy szétég az autójuk, meg minden Mm -hmm. Egyszerűen Egyszer borzalmas. Úgyhogy, úgyhogy rettenetesen sajnálom, hogy ilyenek vannak. <kül> hát én is. Engem. Bolzasztó. Hát meg ez is amúgy, most gondolj már vele, érted, ott ütközöl, és honnan az az, hogy mikor kell kiszállni a kocsiból? Mert ki kell, az ki biztos, kell. mert ha bemaradsz, az a még igen. lehet, még rosszabb. De mikor szállsz ki? Szóval fú, nem egyszerű. Igen, nem hogy, egyszerű. Hogy, hogy vajon még jönnek belénk? Most jönnek még belénk, vagy nem? Vagy nem, vagy mi történik? igen. Bozostom. igen, igen. Bozostom. És mert Bozostom. ugye ráadásul nem is láttak semmit. Tehát kiszállsz a kocsiba, és nem látsz semmit, mert akkora porfelhő van. Mm. Úgyhogy na nagyon durva, tényleg. Igen. Egyértelmű, hogy az nagyon sokan ugye kint a szallakornátok közül, vagy így az, á, hát így az árok mellől videóztak még pluszba. Nagyon kemény volt, tényleg. Igen. igen. Hát... Sajnálom tényleg, meg a sérülteknek is remélem, hogy minél amra felépülnek, meg nem lesz komolyabb baj. Igen. Um, ennek így igen érdekes átkötést tudom, az pontosan azt hiszem valami, 40 jármű volt uh -huh. érintett, ha már kérdeztétek igen. az egészben. Igen, igen, igen. igen um, mondom, azt hiszem valami, nem tudom hány kamion, meg kis teherautó és nagyon sok személyautó. Hat kamion és 30-35 autó valahol ott körül, igen. Igen, Igen, valami ilyesmi, így nagy ö, mennyiség így autókból. Bulte. Ha már autók, ö, a múlt héten beszélgettünk Jani erről és gondoltam, hogy rákötünk, mert végül nem kötöttünk rá, csak itt a moccsetben volt szó róla, uh -huh. ö, és így nem nem lett kivezetése ennek. Ugye beszéltük azt, hogy a, a, az elektromos autóknak a, ugye a töltőiről és arról, hogy hogy lesz igen. a visszabás, meg hogy nem. És az a lényeg, hogy uh, ugye a Tesla Superchargerekről beszéltünk, hogy mostantól azokhoz sem lesz ingyenes töltés, főleg nem ez a villámgyors uh -huh. töltés. És ugye kiderültek az árak, ezt így nem forgattuk meg itt a Na, happy Igen Igen, igen, igen úgyhogy éppenséggel lehet róla beszélni. Az az igazság, hogy én próbáltam úgymond felüllőni ezt a dolgot, amikor beszéltünk róla, és a New Yorki árakhoz hasonlítani, uh -huh. hogy, hogy ott mennyi, ott azt hiszem, hogy körülbelül olyan 170 forint volt ott körül. az ottani ár, de mi, amikor a dízelautóhoz hasonlítottuk, akkor a 140 forint a sára számoltunk Igen. optimistán, és ugye ehelyett lett ilyen 240... Hát 229 40... és 250 között valahogy. Igen. Valahogy Igen. Úgy, Mert attól függ, hogy melyik költőhöz mentek, de ja. Igen, tehát nem egységes okay. az ára, ez az egyik, és Igen. nagyjából egy olyan 200... Mm. 40 es átlagáron dolgozik, 40-es átlagáron dolgozik a, dolog. Annyit sikerült így kísérlebizálni, hogy gyakorlatilag Németországban ilyen drága. Igen, Németországban a, a töltés, ami azért kemény, mert ugye ott eddig is rohadt drága volt, uh -huh. és ugye azok, akik negatívan példálóztak az elektromos autózással, azok mindig azt mondták, hogy na azt az árat néz meg, ami Németországban van. Igen. Hát ez Igen. sajnálatos. Én egy dolgot mondanék. Én megértem, mert nagyon sok hozzászólás van az interneten ezzel kapcsolatban, hogy -hö, -hö meg na, beszoptátok, meg ilyenek. Én ezt nem értem, tehát nem tudom, miért kell kárörvendeni. Nem tudom, kinek lesz jobb attól, hogy te örülsz nem annak, tudom. hogy drága a töltés. Öm, tehát károly szerintem nem kell. Én, a, én Janival mi beszélgettünk róla, öm, hogy nagyon sokan írkálták, ugye ez a másik véglet, hogy jó van adom. Ja, igen, igen, öm, nem igen, igen. Nem tudom, mondom, lehet hogy, lehet, hogy más emberek vagyunk, srácok és más ö, ö, másképpen gondolkodunk, mert mindenki máshonnan jött, mással kezdett, és más jutott el oda, ahol van. Ö, én nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk, jó, nem az esekről beszélek, olcsóbról beszéljünk, mert ugye hát De én nem gondolom azt, hogy ha rólam van szó, én egy 20 millió forintos autót biztos nem azért veszek meg, mert ingyen lehet tölteni. Tehát, az nem, elég tehát ha annyi pénzt költök én egy autóra, azért. akkor nekem az az autó tetszik. Meg mondjuk vannak olyan, olyan feature-ei amit mi miatt úgy gondolom, hogy jó, Pontosan. és nem az van, hogy ha nem így, tehát 20 millió, nem azért veszel autót, hogyha nincs ingyen, akkor eladom. Szerintem. De mondom, ennek ellenére én nem tudok azonosulni ezzel, de nem kár mert, mert, mert most nyilván nagyon drága lett. és ez, hogy, ez így nem nagyon annyira Nagyon drága, ki. igen. De mondom, a vicc, hogyha valaki ezért vette a Teslát, mert azért, na, ki lehet számolni, hogy nem tudom, hogy kell, az mondjuk attól függ, mennyit vegy vele az ember, de vagy kell, vagy 10-12 évig használni, hogy visszahozza az árát. Igen. Hogyha ingyenes lett volna addig a töltés, úgy mondom. Így van. Ami lehetetlen. Én azt mondom, hogy, 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 ez nagyon drága, és több mint valószínű, hogy ugye ez a városi közlekedés lesz az, az, ami, az ami, miatt ugye uh -huh. meg fogja érni a, 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 villanyautózás, illetve az otthontöltés és, és napelemmel töltés lesz a leghatékonyabb formája. Így van, így van. Egyébként csak, hogy tényleg ti is képbe legyetek, mert megmondom őszintén én magam sem nézegettem uh -huh. az árakat. Ugye itt történtek változások az energiárakkal kapcsolatban, és én nem követtem le azt, hogy a többi töltőszolgáltató hogy változtak az árak, és ez nagyjából párban van velük. Igen. Tehát, hogy egy mondjuk egy más szolgáltató, mondjuk egy mobility töltőjén, vagy, vagy egy ionity töltőn is hasonló, vagy még esetleg drágább is egyébként a töltés, mint ez a Supercharger, úgyhogy ez annyira nem, annyi, nem annyira rossz, mert azt azért tegyük hozzá, hogy rohadt gyors töltés. Igen, 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 igen. Ez azért nagyon fontos érv. Nem lett olcsó, de nem lehetett volna annyira olcsó, mint amennyire mi számítottunk, mert eleve ilyen drága a többi szolgáltató is, szóval most azt nem fogják alá Igen. Tehát sajnos ilyen árak vannak, energiárak, ez nem tudom, hogy tehát nyilvánvalóan változni fog nagyon sok minden, mert annyira gyorsan változik az elektromos meg a technológia is, mint az állat, de az az igazság, hogy hogy így rendeződik igazából most a felállás. Uh -huh. És ez nem mondom, ez nem egy kárervendés, sokan úgy veszik egyébként, hogy nem egy kárervendés, de az, ami az elektromos autóknál ugye alapvetés volt, hogy inkább. Um, inkább, inkább, a városi közlekedésre használják, és ugye a hosszú távú, tehát hosszútávú nagy, hosszú utakon, a nagy trippekre inkább belségését használnak, az most, most továbbra is fenn fog állni. Persze. Az árak miatt egyébként elsősorban. Um, úgyhogy, um, úgyhogy, ez van. Én, én nem gondolom, hogy ez, egy, hogy ez, egy, bukása lenne az elektromos autózásnak, mert én eddig is mozasztó praktikátlannak találtam így hosszú távon. Most mi a hosszútáv? De én most hosszú távra uh -huh. mondjuk, mit tudom én, egy 300-400 kilométeres lépre gondolok, ja, ja, uh, mondjuk. Ja, ja. Én, 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 azt gondolom, hogy, 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 arra ugyanúgy praktikátlan vagy, mondjuk, mit tudom én, elmész egy másik országba. Uh -huh. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk, mit tudom én, egy dízelautóval hogy oldod meg, hogy meg kell állni tölteni, stb. De van, aki meg bevállalta azt is. Simán, persze. Egyébként. Úgy, hogy gyakorlatilag úgy mentek Németországba, hogy többet fizettek. Elektromos autóval? Hát kint többet fizettek a töltésért, mint a tankolni kell. Ja, van. Hát igen, igen, igen. Igen. De most érted, ez, 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 ez olyan dolog, hogy, hogy hogy ha valaki szeret valamit, vagy hogy mondjam, annak mindegy, milyen. Tehát ez olyan, mint, csak hogy maradjunk autós témánál, ez olyan, mint mondjuk klasszikus autóval utazni. Értedek, hogy biztos, hogy el fog benne baszódni valami, meg kényelmetlen, meg hangos, meg benzin van benne. De aki szereti, az. az ja, ja, ugyanúgy ja, jár veled, ja. tehát így. Pff, ez van. Az tény, hogy sok minden változtat így így a beszélgetésben, ez a dolog, mert, 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 így, mert így azért borulnak az erőviszonyok. Szerintem eddig sem nagyon kellett hasonlítgatni, mert teljesen más téma, mint de ugye megvannak ugyanúgy, ugyanúgy megvannak az előnyök és a hátrányok. Szerintem tud létezni egymás mellett ez a két technológia továbbra is. Annyi, no, hogy most ez így egy kicsit nem? ilyen. Na, ezt, ezt én sem gondoltam. Uh -huh. hogy, hogy, hogy ennyire drága lesz. Tehát a, tehát, mert az a baj, hogy tehát, hogy ott, de otthon tölteni még mindig olcsóbb. Hogy a fenébe, ne? Itt igazából, itt igazából, tudjátok mi van? Itt igazából ugyanaz van, mint a belső égési motoros autóknál. Hogy az, aki kurva keveset jár vele, uh -huh. az ugyanúgy leszarja ezt az egészet. Tehát szarik rá. Neki bőségesen elegendő az, hogy esténként feltölti otthon az autót, Ennyi. mert soha nem fog vele az meg úgy menni, hogy kétszer kelljen tölteni egy út alatt. Uh -huh. Érted? Most ez most ő fogja magát, tölti éjszaka, megy egy kört a városba, vagy kettőt napközben, éjszaka megint tölti, mindig tele van, kap be. de ugyanígy van egy, egy, egy értelmes olyan autóval, amit fél évente tankolsz. Igen, 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 igen. Tehát azok, akik sokat járnak, és azok, akik azért vették ezt az autót, hogy nagyon sokat spóroljanak azon, hogy sokat járnak, ők most mérgesek. De most nem tudom, melyikből van több. Amúgy. Hát igen. Nem tudom, érdekes amúgy, mert oké, persze megértem, hogy mérgesek, meg mondom, hmm. nem számítottunk ilyen magas árra, de azért még most is kb. ugyanott vagyunk, mint hogyha egy, nem tudom, ilyen belségésű motoros ö, ö, autója lenne, vagy még jobban is jár. Még mindig ezzel az árral is. Szóval... Hát... az Rosszabbul senki nem járt ezzel. Még, még mindig oh, no. egy előny ez. Igen, ér, igen értem, értem. Ö, a... Figyelj, Nagyon az, a felhasználástól függ. Az, 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 a baj, az a baj, hogy amit, ha leülsz valakivel beszélgetni, mm -hmm. így van, ahogy mondod, nagyon felhasználástól függ. úgy, is, úgy, is, úgy, is, úgy, úgy, fogják kiforgatni a dolgot, hogy, hogy, rosszabbul járják, hogyha beszélni akarnak. Ja, ha városról beszélünk, amúgy szerintem is. Tehát ott, 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 ott szerintem nincsen. A városban városban vagy, nincs. városban nincs, nincs, különbség, nincs. vagy jobban jársz Igen. egyébként az elektromos autóval. Sokan egyébként most is ugyanazt hozzák fel, amikor a vitáról van szó, hogy, 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 még, hogy még mindig a hibridekben látják a, a, azt, amivel meg lehet ezt oldani mm. jól, mert ugye Csak. nagyon sokan használják úgy a hibridet, most kifejezetten azokról beszélek, ami, akik, akik városi közlekedésre használják, és nem járnak sokat a kocsiukkal, sokan azzal a 20-30 kilométeres hatótával járnak. Uh -huh. Mindig. Lehet. Mindig. Lehet. Amikor meg menni kell, akkor meg mennek azzal. Már amelyikkel lehet külön így vált. Hát a plug-in hibriddel, igen. Igen, igen, igen. Hát a jó, hát azt a hibrid hibriddel, meg ott nem szórakoznak, marad fogják, azt úgy lecsapják a fogyasztást, ugye egy normális motor, motorméretű autó, mint az állat. Azokra nekem ugye a legjobban egyébként azon, hogy van egy normális 2000-es autójuk, de csak két literre kevesebbet teszik, mint a többi. És így ennyi. Mhm. Hát nem tudom. A felárat sokan kér, a hétvégén én is olvasgattam ezután, hogy, hogy mi a helyzet, és sokan ugye az elektromos autó felárat kérdőjelezik meg ö, ö, erre fel, hogy akkor most akkor mire, meg hogy, mert ugye a, megtérül, a megtérülésről arról beszéltünk, ugye, hogy a, azért beszélünk megtérülésről, hogy ugye mennyivel drágább, mint egy, mint egy uh -huh. és de, na jó, de visszakeresed az árát. Úgy mond azzal, amit nem kell eltangolod, ja, ja, ja. vagy mennyivel kevesebb tangolsz, igen, így viszont ugye hosszabb idő ez, ahogy te is mondtad, hát lehet a felárát. Igen, igen. Igen. Na mindegy, úgyhogy ennyit erről az árak. Az árak hát a, a hosszú alakul. távú elektromos autózás egy kicsit hát, vagyis visszatolta. Ez tény. Igen. Ez, a, ez, a, dolog. Ez van sajna. Én még mindig azt mondom, hogy városban ilyen verhetetlen az elektromos autó. Igen. Mindenféleképpen. Igen. Az. Most fogyasztásra gondolsz? Ah, a fogyasztásra is, meg hát pénzbe is, tehát hogy a kilométert, hogyha nézed, Jaj, ha otthon hát tudsz az tölteni. Az jó, ha otthon tudsz tölteni, igen, hát igen, 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 igen. Hát ez verhetetlen, teljesen. Igen, igen. Ja. tehát az, tehát az hogy, hogyha nem nézed az autó árát, ha csak azt nézed, mm -hmm. hogy mennyit tudsz menni adott összegből, igen, az, az, az valószínű. Igen. Le, igen. Igen, 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 igen. Igen, abszolút. abszolút. O, o, tehát ez nagyon fontos, most azért akarom kihegyezni, ö, hogy, hogy méret, tehát hasonló méretű autókat hasonlítva, igen. Igen, valószínűleg arról van szó. nem tudom, érdekes. Kíváncsi lennék egy ilyen, egy ilyen tesztre. Hogy? Hát, egy most a hibridekkel? Már olyan rég néztem meg. Mármint nem a plug-in hibridekkel, a hibrid hibridekkel. A hibridekkel? Úristen, még hibridek. van olyan, még árulnak sima hibridek? Szerintem igen. E Szerintem nincs már olyan. Nincsen más sima hibrid? Hát ez már ilyen elvó technológia. Én nem hiszem, hogy van. Én megmondom, hogy fogalmam sincs. Van én, még én, hybrid? Én, én, én azt mondtam volna, hogy van hibrid uh, autó, mert mondom. Én nem hiszem. A, azt hittem már rég nincs. Nem, nem, ilyen, nagy, nem ilyen nagy márkáknak. Uh, uh, van, bár attól függ, hogy mit az nagy márkának, mert ugye egy idő után megint van hibrid. De várjátok, most. Most fontos, hogy értem, a plug-in hibrid persze, hogy van, azt tudjuk. És hibrid hibridről beszélünk. Én mi a hibrid hibridről beszélünk? Tehát, hogy olyan van még? A plugin legjobb tudsz. Nem, nem a plugin, a hibrid, amelyik nem tud tisztán elektromosan menni, csak hibridbe. Igen, igen, igen. Van még az is. De durva? Uh -huh. Nem tudtam. Tényleg nem tudtam. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh -huh. Aha. Oké. Okay. Uh -huh. Kíváncsi Azt lennék, szintem, hogy, hogy az tudod, a... Már az újak, mind plugin hibridek. Uh -huh. De nem nem tudom, hogy, hogy van mi tudnak motor. egyébként. Mert annak idején a 2000-es évek végén, amikor a Priusnak volt a városi fogyasztása 4 egész, nem tudom mennyire jött ki, uh -huh. akkor, akkor azt lebüntették a ja, ja, a ja. fogyasztásba. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy volt ez a, a Blue Tech, vagy melyik melyik típusú ja. golf, és azzal, 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 azzal lenyomták. Kíváncsi lennék, hogy most hogy alakul ez. Csak ez is tudjátok milyen, hogy ezek nem releváns tesztek. Mert tudod, hogy úgy vezetett, hogy odafigyelje a fogyasztásra, az, az tök más. Persze. Egyébként Igen. Öm, Ilyen, érdekes, érdekes, érdekes uh -huh. dolog. Mi a különbség a, 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 a hibridek között? Maradjunk annyiban, hogy van a plug-in hibrid, meg van a sima hibrid. A plug hibrid tud csak elektromosan is Igen. menni, ha akarod, meg tud vegyesbe is, meg meg, meg tud ö, ö, csak belső A hibrid meg csak vegyesbe tud menni. Ennyi. Hogy ez a kamu volt? Itt most nem a Volkswagen-es eredményekről beszélek. Tehát nem azokról az értékekről beszélek, amit a Volkswagen kiírt rá károsanyag kibocsátásra, megfogyasztásra. Ezek mm -hmm. gyakorlati tesztek voltak, tudod. Hoppá! Voltak ilyen televíziós és egyéb műsorok, amiben ezzel foglalkoztak. Ja, ja, ja. hogy ezt megnézték egyébként. Micsoda! Mindkettő tud csak elektromosan menni? Nem, a hibrid nem tud csak elektromosan menni, csak a, a plug-in hibrid. arra gondolsz, hogy mit tudom én, 10 km per óráig elektromosan megy, és utána meg Jó, hogy úgy mondod, jó, hogy az, a... más, az más, az más. Nem Alacsony nem tud. sebességnél tud. Alacsony sebességnél Alacsony tud? Alacsony sebességnél 30 tud. 30 km per óra, nem tudom, mikor vált a motor. Nem, ugye valamelyik sebesség alatt. Hát jó. Jó, és kimegy a városba 20 km per órával? Hát amíg odébb állsz. Az jó a parkolásnál, egyébként nagyon hasznos, tényleg. Uh -huh. Igen, hogy elindulsz vele, így, így hogy gyorsulsz, mondjuk azt mondom, hogy ilyen húsznál, akkor durán matar. Meg a dugóban is, jó, igen? Uh -huh. Jogos. Jogos. Igen. Igen. Hát na, mindegy, változik ez az egész, most ezzel egyébként vicces, hogy most beszélünk erről, azért a, 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 hogy is mondjam nektek, jóval több más elektromos autóval, mint Tesla az országban, akiknek ugyanekkor a szívás az árakkal, már régóta, uh -huh. csak erről nem beszéltünk itt a Talán Magyarosi Csabának volt most évelején egy ilyen videója, ahol bemutatta az új áras töltéseket, hogy milyen rohadt drága lett a töltés uh -huh. Uh, azt hiszem, nála láttam. Uh, azt mondjam, amúgy érdemes ilyen szempontból megnézni, mert tényleg brutál, ami van. Uh, Mármint más töltők esetén is, úgyhogy nem lett egyszerű a helyzet. Uh -huh. Ez a része biztos, hogy sokaknak, sokakat vissza fog tartani. Uh -huh. Hogy ilyen drága a töltés. Ha, aki nem tud otthon tölteni, még egyszer mondom. Mert szerintem, aki tud otthon tölteni, még egy garázsban, annak ez, ez nagyon, nagyon jó még mindig. Várjátok már, van, van, akinek olyan hibridje van, ami 70-80-ig tud menni csak elektromosan? És az hogy? Na. No. Csak hogy a sima hibrideket nem lehet tölteni. Igen. Ez megint plug-in hibrid lesz szerintem. Amire gondolnak. Az új Prius. De az... Na jó, nem, nem. nem. Az a baj, nem, tök, nem vagyok ebbe képbe. De azok nem, azok nem plug-in hibridek? Tölti a motor. Aha. Aha. Csak egy. De akkor ez is fejlődött az elmúlt években. Mert, 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 mert azt mondják a srácok, ez csak tisztázásképpen, mert érdekes, Tehát, hogy azt mondják, hogy most már kilométerre határozza meg, hogy mennyi kilométer tud menni sima, vagy csak elektromosan, nem pedig sebesség. Uh -huh. ja, csak erős gyorsításnál bejön a benzinmotor. Hát aha, igen, azt aha. tudjuk. Oké. Okay. Na, köszi az infót, mert én is mert mondom, lemaradtam, azért mondtam az elején, hogy, hogy régen ez volt a különbség, mondjuk gondolom az most is különbség, hogy a, a plugin az azért plugin, mert lehet tölteni, ha uh -huh. nem plugin, meg nem lehet. De tök érdekes, nem tudtam, hogy hogy ez ennyire durva Ja, nem tudom, hogy így változott, meg így fejlődött ez a dolog. Uh -huh. De a Toyota akkor felpörgette ezt a dolgot eléggé. Hát ezt ők a de, de, de mióta, tehát már mióta minden évben azt mondják, hogy na most az elektromos Toyoták. Igen, igen, igen. Ők, ők abban hisznek, azzal mennek. Nézd. Kész. Ja, ez igen. van, egy jó ideje, működik már. Ez a dolog, nálunk. Aha. Igen. Oké, persze, drágák az autók, sőt, so, meg tudom én is emlékeztek, tavaly beszéltünk nagyon sokat a Happy Hour témaalkotásról, én tisztában vagyok vele, srácok, hogy hogy nagyon kevés embert ennek relatíve az autók, szóval úgy látjuk egyébként így a tartalomfogyasztásban ja, is, meg igen, minden, igen, mert egyszerűen igen. bolzalmas, de néha muszáj beszélni ezekről a dolgokról ja, is. persze, mert meg ugye, hát ez a témát nem zártuk le. Igen, szóval igen de mi jó, zártuk jó le a témát, mert hát ugye a hétköznapokat érinti egyébként a, ö, abszolút persze. ez a dolog. Ö, igen de legalább kibeszéltük. Most ez a helyzet, így 2023 év elején, szóval majd meglátjuk. De egyébként biztos vagyok benne, hogy a Toyota is jönni mondom, évek óta mondják, hogy na idén érkezik, uh -huh. mert ugye ők, 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 ők ott ugye ezzel a szárazak siban, minden, de ja, nagyon, nagyon próbálkoznak. sok próbálkoznak. egyébként, hogy, igen, hogy, igen, az, igen, mond, igen. mi a helyzet. Úgyhogy úgy, ez van, de azt, az nem mondtam, hogy nincs egyáltalán elektronos Toyota, hanem, hogy mikor változtatnak. Ja. Ugye, magára a gondolkodásmódon. Azonban na, nem lehet érteni, hogy mondok. Ez Igen, feljön. igen, igen. Itt a kérdés az, hogy mikor, mondják, mikor nem lesz már több hibrid. Igen, mert ugye nekik a, a vezérvonal az ez volt igen. már évek óta, és a többi is ugye mindenki azt mondja, hogy az új technológiára várnak. Igen, tényleg meg ők a hidrogénhajtásra is próbálkoznak. Igen, igen. Azt tudom. Figyelj, nagyon érdekes időszakát éljük egyébként ebből a, ebből a szempontból a világnak, mert uh, úgy fog visszanézni a történelem 20 év múlva erre a 20 évre, vagy ki tudja mennyire, hogy uh, hogy uh, most fog kiderülni, hogy mi lesz az po igazság. Pontosan. Most kísérletezgetik ki. Azért ilyen olyan régen volt már, így ebben a témakörben, hogy. Uh, hogy. hogy. akkor, úgy tehát hogy senki nem tudja, hogy mi lesz a. mi lesz a. frankó. Az a baj, hogy a világ úgy néz ki, hogy valószínűleg valami, valami lobby lesz, tehát hogy ami, ami mellett többen lobbiznak, uh -huh. az fog nyerni valószínűleg, mert ez is olyan, hogy most azt mondják, hogy a hidrogénes meghajtás a jövő. Milyen jövő, az meg most is van, ami azzal megy már. Érted? Van. Ez ugyanúgy, hogy azt mondja, hogy nincs elektromos Toyota. Van elektromos Toyota, csak nem minden autó olyan. Ja, érted? Ja. Úgyhogy nagyon, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz. Ugye most téma a hidrogén meghajtás, téma a, a sima elektromos autózás, bár az ugye Jelenleg elég nagy fejbakarás most a töltőhálózat miatt főleg, meg az ö, uh -huh. az, az, az első lépése, de a, a legtöbben már most nem azt mondják, hogy a töltőhálózattal van a baj, hanem amikor majd a aksit kell cserélni mindenbe. Uh -huh. Nagyon gyorsan, tehát hatalmasat pukkant az EV piac, és kíváncsiak arra, hogy tudod, amikor majd lesz sok second hand, meg minden szar, ja, ja, ja. hogy hogy fogják cserélni, Már most több megoldás van Amerikában rá, hogy ö, már van, aki abba gondolkodik, kézede. Van, ja. aki abban gondolkodik, hogy ne, le, ne, ne kelljen tölteni az autót, hanem legyenek olyan állomások, ahol tele igen, cserélik cserélik, a sima aksit, mert hogy az, az is könnyebb lenne, mint ja. jelenleg ja, az. Ja, ja. Azt hiszem a Lucidnál van így. Nem lesz, tudom, nem tudom. De, 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 de nagyon sok minden van, tehát hogy cseréljék az aksit ja. elemet. Tehát, hogy bemész, kicserélik egy töltött taksira, az go. Ilyen is van, ugye a Porsche fejleszti most a, 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 ezt a környezetbarát üzemanyagot, ami azért durva, mert az elvileg a hagyományos autóban is működni fog. Aha. Csak full hát az Dél-Amerikában tesztelik majd három éve. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy mi lesz a, az igazság, ami, ami, mellett több lesz a, a kampány, a lóvé, és a többi. Ja, 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 igen. Úgy, úgy valószínűleg ez lesz, a, ez lesz, majd a vége. Igen, igazad, van, <síns> a NIO az, a kínai cég csinálja ezt a cserét, aksi cserén. De, de, mondom, érdekes, tökre érdekes, hogy, hogy, hogy mit fog kihozni. Izgalmas szerintem, hogy mi lesz a vége mi lesz az igazság. Hát meg a következő 10 10 pár év erről fog szólni, most tényleg. Abszolút, -e, abszolút Mert van. ugye itt vannak bizonyos dátumok, amit az EU kitűzött. Mm. Én meg És mondom, mondom, nem akarom, hogy ilyen káradvendésnek nézzed, káradvendésnek vagy éte, vagy ilyesmi, de én teljesen ideálisnak tartom ezt a 2035-es dátumot. Mm -hmm. öm, már csak azért is, mert öm, tehát, az autózásban már, tehát itt vannak egy jó ideje már az elektromos autók is. Tehát mondták a dolgokat. A környezet ö, ö, tudatossággal kapcsolatban, a szabályozással kapcsolatban is mondták a dolgokat, hogy hogy lesz, mint lesz. Uh -huh. ö, és nem tudom, mit mondtak a múlt, mit tudom én. a szuperkároknál valamikor 2010 1-2-ben, mikor az Öventador kijött, azt mondták, az az utolsó V12. Uh -huh. A legutolsó. Azóta minden évben volt egy utolsó. Vágod? Ezekkel a nagymotoros megőrülésekkel az elmúlt három évben örjön mindenki. Igen. Meg azokat villogtatják, igen, és veszik is, mint a kurva élet őket. Meglátjuk. Nem tudom, az még nagyon sok idő. Én sok, úgy Sok. Ele, mert azért be belegondolsz kb. népszerű, tehát hogy, hogy, mikor lett népszerű, hát kb. tíz éve vannak elektromos autók, úgy úgy Isten igazából, amíg hát, úgy, úgy elérhetők mindenki igen, számára, igen, 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 igen. vagyis a legtöbb ember számára, Ö, és, és hát azért még, még valány év azért nagyon sok mindent változtathat. Ebben is igaz, Annyi van. minden megváltozott. Kérdés az, hogy, hogy lesz-e olyan új technológia, ami, ami, ami ki tudja szolgálni a vásárlókört? Hát jó kérdés. Mármint jó a mennyiségben. Na igen, igen, meg itt mindig az a kérdés, hogy lesz olyan technológia, ami elérhető áru elektromos autókat lehet vele készíteni. Igen, de az igazság, srácok, hogy amikor azt olvasom, hogy nem fejlesztenek új belsőgési motort már. Uh -huh. Hát most ez mit jelent? Hát jó. Kérdés. Mert, hogy most, most motorfejlesztésnek hívjátok, ami az elmúlt 70 évben történt mindet? Vagy olyan-olyan, nagyon nem kell fejleszteni rajtuk már? Jó, hát mert most az, hogy most hát, oké, okay. az hát most figyelj, hogyha, hogyha, hogyha azt mondod, hogy, mit tudom én, a mazda miatt a tököm az a Skyactiv? Az az, az, Na az, arra az. azt mondom, hogy ez egy új motorfejlesztés. Ez... Rendben van. De most az, bazd meg, hogy két nagyobb turbót rakunk a V12-re, az nem motorfejlesztés, bazd meg. Az is fejlesztés, biztonsult. Érted? Hogy nem 680 lóerő, hanem 750, az mi fejlesztés? Tehát ez az hol fejlesztés? Hogy a Józsi. Tehát ez, tehát Na, mindegy. Mindegy. Ég robban megyen. De azon, azon nagyon nem fejlesztenek már, szóval én ettől nem érdekem meg így, hogy... Hát optimalizálnak, inkább így fogalmaznék én is, igen. Ez, ez jobb szó. Optimalizálják a bevált módszert, az megy évek óta. Igen, na mindegy, meglátjuk. Meglátjuk azt, hogy azt a guztustalan mennyiségű autót, amit percenként adnak el a világon, meg tudják-e oldani. Úgyhogy így. Uh -huh. Itt most új autóértékesedésről beszélünk, nem hasznátra. Ja, ja, ja. Hogy, hogy, hogy vajon? Hát ez azért szerintem nem így lesz. Nem pont így lesz. Meglátjuk, most, lehet de De nem, de most, érted nem az az, hogy egyik nap még lehet venni, és a másik nap nem. Szerintem, hogy szépen apránként... Azon igen, biztos így lesz. Nem, szerintem ki fogják vezetni a cégek, a modelleket. És akkor marad egy pár és uh -huh. és aztán végleg eltűnik. Szerintem valahogy így lesz. Igen. Most így a logikus, most így nem lehet megszüntetni, hogy most már nincs. Jó, ja, hát igazából arról az, hogy addig van ideje. Ja, addig leg. van ideje. De valószínűleg igen, igazad van. Tehát Szerintem valami szép apránként kivezetik ki őket, igen, igen. igen. A külső hát égésűt fogják látni. fejleszteni, bizony. Láttátok, hogy hogy oldják az elektromos autókat? Ez kurva kemény. Hogy micsoda? Hogy hogy oltják az elektromos autókat? Hát ilyen nagyon durva. De, hoznak egy, 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 vízzel teli konténerbe mártják bele. Aha. Úgy nagyon durva, most csak előtted ja, ja, ja. Hát, És még akkor gocsia. sem mindig alszik é. el. Egyébként na, a litium az el van amúgy. El, 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 Egyébként a víz alatt is sok esetben. Úgyhogy ja, előfordul. Kérdezd már, hogy valami gebasz lesz egy ilyen hidrogén cellával. Ú, az gond. Ugyan. Biztos, hogy megvannak, tehát én nem értek hozzá, csak most így kútfőben akarom, hogy ú, az azért, hogy úgy elfújja a garást. Elég el, jó. El. Az nagyot, az, az nagyot, vagy ki lesz írva hogy a még garázsba, nem állhatsz be hidrogénes kocsival. Igen. Igen. Mind, Minden, mint, A gá, mint a gázosok. Azokat is csomó erő kitiltják. A még van, igen, igen. Ja, meg kompokra se lehet vele fel. Én nem lehet arra se? Csomó komp. A, a, le kell menni az LPG matricát. Igen, a mágneses kell legyen, tudod. Igen, 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 Na, srácok, Üm, tartalékoljunk akkor holnapra is, de még mielőtt rátérünk az oszkárra, meg ilyen dolgokra, mm -hmm. Üm, mindenképp meg szeretném említeni, amit írtatok is nekem, Üm, már csak azért is, hogy, hogy mik vannak. Azért ez az Azaria koncert nagyon durva volt. Ú, Nyilvánvalóan van, nem voltunk az Azaria nem. koncerten, többokból sem, de, de egészen elképesztő az, tehát, tehát, tehát az, amit, amit amit, okoz ő. Ez az ez a fajta zenei revolúció, szerintem külföldön korábban történt, nem meglepő módon, mint uh -huh. itthon, de itthon ő ezt rettenetesen jól megülte, és öm, azt hiszem, hogy a legfiatalabban töltött meg ekkora arénát ja, ebben igen. De javítsatok ki, ha tévedek. Általában egészen elképesztő volt a koncert is. Én olyan embereket láttam celebb világból és nem celebb világból ilyen megőrülve posztolgatni az Instagramon, hogy ők ott lesznek az Azaria koncerten mindenképpen, akik nem szeretik őt, és egy évvel ezelőtt a faszuki volt vele, hogy mit, hogy mit, hogy mit, 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 mit itt meg minden, ami egy fasság volt. És ez a durva. Amikor ezt csinálod, hogy generálsz egy, egy, ilyen, egy ilyen fekete lyukat, ami beszippant mindenkit, mert egyszerűen nyilván mi nem ilyen emberek vagyunk, uh -huh. akik, akiknek számít ez, hogy most hol van ott, vagy hol nem, de nagyon sokan ilyenek. És ez elképesztő, hogy, 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 hogy létre tudja hozni ezt az örvényt, hogy, hogy van egy kör, ahol ciki, ha nem vagy ott. Ja, Akkor igen, is, igen, ha nem igen, szeretem. Igen és na, ez a durva egyébként, hogy ezt meg csinálni, ezt meg tudja csinálni, és mondom, félrejét is ne, ne nelség, mi nagyon szeretjük őt, meg szerintem kurva jó zenél, tehát meg nagyon-nagyon jól ne, csinálja. Olyan. De az hogy, az, hogy, az, hogy a kultúrában ilyen szart tud kavarni, ez állati. Ez egy állati. Nagyon ez, ez a nagyon, meglepő. És ezért tudsz telefújni egy, 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 ö, egy, stadiont, és csak így lehet, és így kell csinálni szerintem. És kb. mindenhol ezzel lehetett találkozni egész hétvégén. Ezzel a koncerttel, meg a felvételekkel. Igen. Nagyon durva. Úgyhogy, úgyhogy, gratulál a menedzsmentnek ehhez, mert iszonyat, iszonyat nagy. Az biztos. Ez nem az ő Nagyon dolga. Kemény menú, ez nem, menú nem az ő dolga, dolga. Neki, a, neki a, neki a, művészet a, a dolga. Hogy az, hogy szávakat írjon, meg kurva jól csináljon, vagy jó előadó legyen, a többit a menedzsment adja meg, de ez, ez, ez bombasztik. Hát hogy, hogy lesz, a szervezésért az, az nagyon nagy gratulál, tényleg, ez nagyon durva lehetett megcsinálni. Igen. Nagyon-nagyon okosan csinálják. Ja. Úgyhogy le a kalappal. És azért te láthatok mondom, van a Youtube-on is, most már fenn van az egész koncert. Nem kábi. tudom. Vissza is lehet nézni. Egyen. Nagyon, nagyon király volt. Meg ki, király, hogy, 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 ennyire mai volt a koncert. Mert tényleg így a... Voltak benne mémektől kezdve minden, erős Antónia, meg ilyesmi. Hát mi a fene, érted? Mindenkinek része nagyon kellett durva. legyen. Igen. Mert mindenki részt akart venni benne, mert azért nem minden nap van ilyen esemény, hogy nem. na értetek, hogy miről beszélek. Nem, nem, És nem. szeretik a zenéjét nagyon. Ez a... Amúgy vicces volt, hogy a Bitodú volt az előzenekar, de utána pont azon gondolkoztam, hogy úristen vazos, szerintem nekik ez volt a legnagyobb koncertjük ever. Ez teljesen Tehát, biztos. De mennyire durva lehetett már nekik is. Nagy nagyon kemény. Igen. Nagyon kemény. Ez is biztos, hogy úgy, tehát, hogy, tehát, hogy, tehát, hogy el, szerintem ez a koncepció része volt. Biztosan, biztosan. Igen. E, egészen biztos, hogy ezt így csinálták. Hm. Jó volt, jó volt. Igen. Nem semmi. Most már az a kérdés, mi a következő lépés? Hát, <laughs> mikor nálunk volt podcasten, akkor mondta ő, hogy ezért ő külföldbe is gondolkodik. Igen, igen, um, igen, Vagy lesz egy Azaria Europe Tour. Hát ki tudja. Amúgy simán benne van. Ki tudja. Simán Meglátjuk, benne van. de az biztos, hogy nagyon-nagyon ügyes, és nagyon jól csinálja. Jó. Ezt a dolgot, mert mondom, azért ez a fajta jelenség, ez, ez, ez ritka, hogy, hogy hogy itthon megtörténik. Uh -huh. Legalábbis szerintem, és mondom, elmondtam, hogy milyen jelenségre gondolok, nem, ar, nem arról van szó, hogy úristen, magyar zörökor, vagy magyar énekes lehet jó, van egy csomó jó. Nem erről beszélek, hanem aki, aki, aki ezt tudja okozni, így, így az itthoni Popkultúrába, hát stb. Itthon szerintem, bocsánat, hogy itthon szerintem nagyon ritka az, amikor valaki jó mm -hmm. és ilyen népszerű tud lenni egyszerre. Mert fordítva szokott lenni, hogy valaki Igen. nagyon nem jó és népszerű. Az a, olyan, olyan az abban, sajnos abban van a legtöbb. Igen. De ez ez ritka, ez ritka, ez ritka. És azért szerintem azért jár elmondható az, hogy, hogyha valaki nem is szimpatikus a srác, vagy még nem is annyira szereti a zenét, de azért mindenki úgy beszél róla, hogy valamit tud ez a srác, mert mert hát hát érted, ennyi nem hiába van ott ahol. Tehát, ja, nem rossz. Igen. Ez van. Ez van. Ennyi. De mindenképpen mondom, érdemes ö, megemlíteni. Így mindenképpen. A meg hát ez egy nagyon nagy történés volt így a hétvégén. Szóval... Abszolút. Abszolút. Igen. Igen. Tegnap meg volt ez a... Tegnap, hát még ma volt is kezem az Oscar. Igen, Ugyan? de tegnap kezdődött. Tegnap kezdődött, igen. Én is néztem a disney -n. Nagyon jó volt a visszaszámláló show. Mm -hmm. Nagyon tetszett nekem. Én nem néztem. Nem nézted a sót? Én néztem át. Ritkában lát, tehát amikor, amikor az E3-on meg az ilyen, követ, ilyen, ilyen, mindenféle egy közösszítésen cringe na hát ez szoroz meg tízzel, Pisti. Brutál. Ja, hát olyan, olyan interjúk voltak, azt sem tudták az izék, hogy hol vannak szerintem, a legtöbben. Igen, azt hiszem a Hugh grant volt a legjobb. Azt láttad? Át, ez kegyetlen volt. reggel megnézegettem a dolgot. A Hugh grant interjú volt a legjobb szerintem az egész, egész nap, tehát ő így nem értette, miért hívták oda, és látszott is rajta a múl. Hát konkrétan azt mondta, hogy ő hogy neki is kell itt lenni. Igen, 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 És ott így bólogatott, hogy adjatok már a faszba. Úgyhogy nagyon vicces igen. volt. Um, szóval volt egy ilyen másfél órás visszaszámláló show, és utána kezdődött a valódi eh, diátadó. Hát azért eh, nem semmi volt magasó, a show. Szerintem nagyon jól összerakták. De hát mondjuk ez nem, 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 nem véletlen. Um, visszahozták idén, ezt nem is tudtam, hogy, hogy tavaly nem volt ennyi kategória. És hogy most idén hozták vissza, hogy ennyire sok T Igen, ö, többet visszahoztak. Meg talán az volt ugye, hogy mintha tavaly megszüntették volna azt, hogy, hogy színész-színésznő. Hogy össze voltak bomba a kategóriák. Tavaly már össze voltak? Bomba? Val bizonyos részben. Mert nem az volt, hogy még mindig azt mondják, hogy legyen. Össze vonva, egy csomóan azt akarják, hogy ilyen Nem tudom, díjak legyenek. De most tudom, hogy most szétbontották. Nem volt? Akkor rosszul tudom. Akkor rosszul tudom. Azt akarják már régóta, hogy legyen szétbontva. Hogy ne legyen szétbontva. Le legyen szétbontva. Ami, hát, nem mindegy. Tehát szerintem, szerintem az úgy annyira nem lesz jó, de ezt ők tudják. Mármint amiatt nem lesz jó, hogy ö, csökkenti az esélyeket. Igen, 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 mindenképpen. Tehát több emberből kell azt az egyet kiválasztani, hogyha olyat választ, de mindegy, ahogy érzik. Hát, ja, mindegy. Szóval 20, 22, 20, 22 kategória volt, rengeteg kategória volt, bozosztó hosszú volt maga a műsor, végig nem néztem, tehát uh -huh. azért azt akkor nem tudom, nem tudom, meddig tartottam úgy, vagy két és fél óra volt, azt hiszem. Egytől kezdve. Uh -huh. Azt hiszem, elég hosszú volt, nem néztem végig. De látjuk a nyerteseket. Hát az Everything, Everywhere, All at Once az elvit minden. Ezt meg is jósoltuk, hogy valószínűleg így lesz. Én nem lepődtem meg egyáltalán, különösen a többi T.D. kiosztót is nézve. A legtöbb ember, aki meglepődött rajta, az valószínűleg azért lepődött meg, mert ugye nem ez a sablon Oscar film. Nem. Hanem ugye azért egy könnyedebb valami. Nem mm. megérteni a filmet könnyedebb, az egyáltalán nem az. Csak, hogy megvannak ezek a ezek a, ezek a sablonfilmek. Nem annyira szoktak oszkáros a... film. Volt, igen, nem annyira igen, oszkáros igen. film. Szerintem kibaszott jó volt, és meg is érdemelte egyébként az összes díjat, amit kapott. Én megmondom, én ezt mondtam neked, én csak azt akartam, hogy Michelle jó nyerje meg a, 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 legjobb, a, a legjobb női főszerepet, meg is nyerte, kész. Engem ennyi érdekelt, pakja. Ennyi. Igen. A, a többének is örülök, hogy nyert, mert nyerjen, ez van. Úgyhogy engem, engem ez izgatott nagyon, meg, 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 meg azon mosolyogtam így a bajszam alatt, így már a múlt héten is, hogy mondom, hát hogyha a VFX-ben nem az avatárnyen, akkor, akkor, akkor nem tudom, mi van, de ő nyert, úgyhogy én, én nekem nincsen így bajom. Igen. A James Cameron nem ment el az oszkára. Hát miért ment volna <laughs> Hogy megmondják, hogy James a vezeték neve, Vagy ez a kereszt neve. Kb. úgy nézett ez ki. Lehet. Uh, az, azon én is csodálkoztam, hogy az a. Én nagyon gyerek. meglepődtem volna. Lehet, hogy azért nem ment el, mert ő is úgy egy. Igen, igen, igen. Igen. Sokan azt írták, hogy nem érdemelte meg, mert túl van hype-a, hype -a, igaz? Hát nem tudom, szerintem már nagyon régóta kint van az Everything Everywhere All at Once, és szerintem mindenki megnézhette, aki hát, szerette meg, volna. Meg. 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 Szóval, hogy ezt nem kell találgatni. Nem tudom, én nem tudom, hogy ki az, aki csodálkozik ezen, de tényleg szerintem egy egészen egyedi film. Uh -huh. tudom, hát mondjuk az. el tudom sorna nem ment át ez a, ez a hangulata, vagy ez a, ez, a... Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan megnézték ezt a filmet, és így nem és tudom, nem értették, van szó. hogy miről van szó. Pedig amúgy egész komoly mondani valója van a filmnek. Bizony. Nagyon durva. A, 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 csak át kell látni na, a, a, a szitán, <laughs> és akkor megérti az ember, hogy, hogy mi újság. Még. Ami még ö, egész sok díjat nyert, ugye ez a Nyugaton a Helyzet Változatlan, ö, háborús film. Igen, az, az is több díjat nyert. Ez, ez, ezt mondtam is nektek, Annó szerintem, amikor megnéztem, uh -huh. ez tényleg nekem is nagyon-nagyon tetszett. Ö, remek film, én nem csodálkozom, uh -huh. hogy nyert minden, egész sok kategóriában, úgyhogy az, volt még egy ilyen sikeres film. Érted, Brandon Fraser megnyerte a legjobb színész díjat. De úgy sem volt meglepő, igen. is lehetett számítani, ugye a Bálna című filmért. Tegnapig azt mondták, hogy a legzseniálisabb alakítás volt, amit Brandon Fraser csak tudott alkotni. az oszkár óta azt mondják, hogy az egy túlértéket film. Túlértéket Azóta mondják, ez is ilyen, izé, LMBTQ szarság, tehát, ez a baj, hogy valami megkapja az oszkárt, ott ez a szar. És aztán hát rájöttem reggel, wow, úgyhogy én nem láttam. Mert fogalmam nincs. Én láttam, és én azt mondom, hogy megérdemelte bőven. Uh -huh. mert, mert amúgy maga a film is rohadt jó, de ahogy jól játszik, az tényleg kiemelkedő. Úgyhogy uh -huh. Úgyhogy jó, tényleg jó. Amúgy idén tényleg igyekeztem a legtöbb oszkár Oszkárra jelölt filmet megnézni. Pár kivételével majdnem az összes meg Most a tárt szeretném valahogy megnézni, uh -huh. mert az nekem teljesen kimaradt. És azt mondják, hogy nem olyan rossz film. Uh -huh. Az nem kapott végül egy ne, szerintem nem Szerintem nem. Azt sem, meg az elvis -e. Meg az Elvis-e. De, de az elvis az, kapott? Hát arany málnát kapott Tom Hanks, ha jól tudom. Ja, Tom Hanks. Ugye Tom Hanks megkapta az arany málnát. El, azt lehet. hiszem. Azért ez egy, ugye érdekes, nem? 2023, Tom Hanks arany málnát kap Brendan Fraser öbök Oscárt. Ki gondolta volna? Igen. De ki gondolta volna? De az Elvis Le... nem is volt jelölve sok kategóriában, azt az hozzá. Az a legjobb színész kategóriára volt jelölve a srác. És azon kívül még nem tudom, volt-e bármi. A legjobb filmnek nem volt? Vagy nem valami volt. zene? A zenei nem tudom. Mindjárt megnézem, a Best picture nem volt jelölve amúgy. A legjobb filmnek volt az Elvis? De, volt. Le Volt? Volt. Volt. Volt, volt. Meg a tár is. Meg az avatár is volt jelölve. Igen, igen, igen. 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 És hogy... Azt tudom, hogy a Batman-t azt nagyon sokan ö, sajnálták, hogy nem kapott semmit, meg hogy ugye az nem volt a legjobb... Ö... Nem is tudom, mire akarták jelölni, és oda, oda be sem került. A vizuális effektusokban ott volt, stb. Azt tudom, hogy a hangért megkapta a Top Gun. Aki azt szerette volna látni, hogy a Top Gun nyer. Aha. Igen, az a legjobb, a legjobb sound design, vagy mi volt az? Ja, 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 ja. igen, igen. És igen. az avatár? Az avatár az az, amit az előbb mondtunk, hogy megnyerte a VFX-et. Az nem a Nikkel adóanos volt, hanem a James cameron Azért beszéltünk James Cameron-ról. Lehet, csak Mi uh -huh. Milyen Batman? Nem tudom. Nagyon jó, azután az pisti, nagyon tetszik. Hamil mely, melyik? Hát de az tényleg. Olyan. Én a faszom se tudja, melyikre gondolt, mondom. Az a Batman. Az az. Milyen Batman. Amúgy az tény egyébként, hogy én nem állok azok mellé, akik azt mondják, hogy, 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 a, hogy, hogy ugye az Oscar ebből a szempontból egy majom és olyan filmet soha nem jelenének díjra, mint egy Batman. Szerintem ez nem igaz, mert akkor nem, akkor uh -huh. nem lett volna az Everything Everywhere, At van, szerintem. Jogos. de az tény, hogy, hogy, hogy ahogy fényképezve volt, meg ahogy meg voltak akkottva bizonyos jelenetek a a Batmanben, az tényleg egy már-már egy, egy művészi szint volt, úgyhogy én nem voltam teljesen beszarvattal a filmtől. Nem tudom, hogy amúgy a cinematografi kategóriában volt élölve. -e Mondom, hogy visual visual a visual volt, effect volt, de az nem ez. Nem. Az nem az. Nem, az, az nem, az. nem. Az. Tehát, hogy így. Fura, nem, nem volt jelölve. Szerintem, szerintem, nagyon szerintem nagyszerű volt. Hogy tehát fényképeket elég nézni abból a filmből. Az, az ö, nagyon és, jó. És egészen elképesztve egyébként, hogy mit csináltak benne. Nem tudom, hogy mi volt az oka, miatt, ö, ami miatt ez ez, 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 így nem lett meg. Nem volt jelölve. Aha. Amúgy ez tényleg, ez fura kreatív forma, nem is figyeltem. Micsoda? A fényképezésben tényleg nem volt jelölve. Nem, nem tudom, melyik az a kategória? A A, a best achievement in cinematography? Aha. Az az a díj? Szerintem igen. Ami, aki, ami a, ami a... Na, szóval a, a, nyugodtan nyugodtan a helyzet, a helyzet az, igen, oda nem volt jelölve. Oda, na, az viszont fura, mert legalább jelölni lehetett volna, mert És tényleg különleges. Ezt írkálták a Twitteren igen. a készítők egy része, hogy, hogy nem hiszik el, hogy jelölni se lehetett. Ja, ja, ez, ez jogos. Legebb. Ez jogos. Igen. Mert ott azért elég különleges, mert ráadásul ilyen nagyon fura, ilyen régi ö, objektíveket is használtak, szóval különleges volt, hogy felvették az egészet. Szóval. Igen. A vizuális effektusokból volt jelölve, amilyen... Eh. Hát az meg, az meg jó kérdés, hogy miért. Igen. Na mindegy. Úgyhogy ez volt az Oscar. Uh, mondom, még, még, még az összes filmet. Uh -huh. Meg akarom őket nézegetni. Azt tudom, hogy a Fekete Párus végül nyert. A Fekete Párus, igen, a, a jelmezekért, igen. igen. Hát az is ha valami. Ha amúgy az jól nézett ki. Uh, <laughs> igen, a bele tudsz beleködni. Igen, én nem is akarok. Meg a, a bána ezért is nyert, a sminkért. A sminkért, igen. Igen. Hát, mert az amit, az én az, amit én megértek, mert Aha. ez így következetes, mondom, nem láttam a filmet, de szerintem az alakítás része az is. Aha. Hogy, tehát, hogy mennyire hitelesen tudták. Persze, persze, meg. persze, persze, persze. Bár ma a TikTok, meg a világ, ha azt mondták volna, hogy meghízott a Brandon Fraser most arra meg lefagyott, azt is elhiszik. Simán elhiszik, persze. Kanyarélkül. Hát hogy hogyne. Kanyarélkül. Hogy ne, hogy ne, ne. Igen, igen, igen. Igen. És hát azért emeljük ki, én annak nagyon, -nagyon örültem, és bozoztam, meg voltam lefe, hogy, hogy Jimmy Lee Curtisnek ez volt az első jelölése. De ez mennyire durva már. Elég az... örült is. Nagyon örültek, és hát ugye meg is nyerte. Igen. jó is a voltam. legjobb úgy. De jó is volt Jó is voltam úgy. De hogy basszus, olyan, király, olyan aranyos beszédet mondott, meg olyan jó volt itt hallani. Igen. Tényleg úgy, hogy en, ennek, ennek nagyon örült. Ő mondjuk külön kiemelte, hogy szeretné, hogy a genderless díjak lennének, ami azért egy kicsit ilyen paradoxon, jó. mert akkor nem nyert. Akkor, volna, igen. De, de, ez, Ezt az 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 a, ez az a az beszédében ő dolga. nem mondta. Ezt a beszédében nem mondta, hogy jó odaadná azt a Függetlenül nagyon aranyos volt tényleg és nagyon örült neki. Igen. Uh, úgyhogy tök jó. Igen. Tök jó. Igen. Melyik filmben játszott Jerry Curtis? Az Avatarban. <laughs> a Halloween Ends. Abban Abba Amiatt az az kapott <laughs> Az Avatarban. Igen, az oh. Avatarban ő volt az egyik bána. <laughs> Vagy mi? Komolyan, tök durva. Ott mutatták a stúdióba, fel a így csinálj. Nagyon durva. Igen. Ugyanúgy az Everything Everywhere-ról lett Hát a Kokó -medve, medve majd csak jövőre kaphat Oscar díjat. Most Így van. már nem Fog lehet. Is. Fog Biztos, is? Biztos, hogy jelölni fogják egyébként. Szerintem a legjobb mellékszerepet megnyeri. Igen. A Kokós -medve. Igen így van. Na mindegy, ö, azt tudom, amit, még, amit én nem láttam, de nagyon kíváncsi vagyok rá, borzasztóan, az a legjobb animációs film, a, ugye a Gám modell Tóló azt nem Igen. láttam, nagyon mondták, hogy kibaszott, kurva jó, meg is nyerte, most már nagyon kíváncsi vagyok rá, azt még nem néztem meg. Pontosan, és a stop motionos film. Vagyis hát, de, Vagyis abban a stílusban készült, nem? Mert amúgy... De úgyis, se ott van a behind the scenes-be, basszus. Ja, ja, igaz, teljesen Lengy. stop motion. Hát, hát, azt, Azt hittem, hogy úgy van megcsinálva, mintha az lenne. Biztos eljöttem. van benne CG is, uh -huh. gyanítom, hogy van, de egyébként 90 ban biztos, hogy stop motion. Igen. Igen. Na nagyon kemény. Úgyhogy most mondták is vagyok. a, készítők, hogy ők arra büszkék, mert vannak örülnek nagyon, hogy ez a műfaj, a stop motion műfaj nem, egyáltalán nem halott. Hogy most igen, is meg eleve meg, ment Mök a kardazás, jó. mert Guillermo del Toro most nagyon sok mindent ö, tele volt Amerika egy része, ilyen nagy óriás plakátokon a netflix hogy az animation nem csak gyerekeknek való. Nem mm -hmm. mit tudom én. Igen, igen, ezt most, most is kiemelték ebbe a beszédben. Igen. Ez a Pinocchio, ez nem a Tom Hanks-es Pinocchio. Nem. Igen, összezavarták itt szerintem az embereket ez a dolog. Lehet, hogy emiatt nem ment olyan nagyot. Ez, ez az animációs Pinocchio. Mert azt hitték, hogy ez a Tom Hanks-es Pinocchio. Vagy menem nem Disney. Vagy menem nem Disney, az is lehet. de én nem sokára kis hablány. annyira gáz mutatták ott az animációs filmeket, és egyiket se láttam. Ez tök gáz. Azokat, meg, azokat is meg, be kell pótoljam. Te láttad ezt az új uh, csizmás Kandúr láttad? Annyira jó, sok jót hallottam róla. Jó? Ne az Na, is meg kell nézzem de az nagyon, az nagyon jó. Nagyon, az nagyon jó. Meg, meg, gondolkoztam, meg, gondolkoztam rajta, hogy, hogy, hogy megnézzük így családdal, Aha. de nem, amit olvastam róla, az az volt, hogy ne. Igen. Hát igen. Ugye annyira komoly vagy? Igen. Komoly igen. Én Na. ezt nem mondanám ilyen gyerekmesének. Aha. Abszolút, abszolút, abszolút egy, egy, egy egészen más világ, szerintem. Egyáltalán nem való gyerekeknek. Na, megnézem akkor, kíváncsi úgyhogy, Úgyhogy, ja. Érdekes. Érdekes, hogy be van. Szerintem búra Tök jó. <hums> Úgyhogy ilyen nagyon nagy meglepetések szerintem nem voltak talán. Uh -huh. az, az, azért eléggé lehetett tudni, hogy aggából mi lesz. Azért abszolút. lehetett hát Megelőzik díjak, tudjátok, az Oszkárt, és amik ott kasszálnak, azok általában az Oszkáron is kaszálnak. Úgyhogy meglátjuk. Mi lesz? Én nekem olyan nagyon nem mondom. Azért sok filmet nem láttam e ezek közül. Uh -huh. Ö, egy részüket igen Mondom, nekem így Én a filmek, filmek nagy részét láttam uh -huh. Úgyhogy én nem csodálkozom azon Hogy ilyen Ezek lettek az eredmények Hát na, tök jó, én megmondom őszintén Mindig szídják az oszkárt meg hogy mondják, hogy már tök felesleges Szerintem is az Én, én, én pont úgy vagyok vele, hogy szerintem meg nem Mert Valahol kell értékelni a, a filmeket ez igaz, hogy értékelni kell a filmeket. Meg eleve, Nekem... ez is egy reklám neki. É, nyilván reklám. Szóval ez is, is fontos. Ö, igen, ö, de nem tudom, én ö, évek óta beszélgetünk erről. Nekem következetesen ugyanez a problémám a, az oszkára. Kinek szól az oszkár? Hát ez kifejezetten oszkár. Mi, milyen szó. nézőnek? Nem a nézőknek szól? A művészetnek szól? Értem? Igen. Értem? De Amir, igen. Tehát, hogyha a művészetet akarod értékelni, akkor értem. Nem, akkor se értem. Hogyha a nézőknek szól, azt, azt, az, az, nem, nem, tudom, nem, a tudom, a nem tudom, eldönteni szó. azt, hogy, 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 ki, 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 kinek szól az Oscar. Én szerintem ez egy szakmai díj. Igen, Egyetem. mert így jobb kezelni, hogy szakmai díj, mint, sem, mint, úgy úgy irány, mint sem, iránymutató egy nézőnek. Mert, att, mert, attól nem biztos, hogy tetszeni fogva egy, 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 egy film, hogy Oscar díjat kapott. Uh -huh. Persze, persze. Szerintem ez egy szakmai díj, meg az egész Oscar úgy indult, most volt egyébként egy kis ilyen, hát ilyen áttekintés. történelmi áttekintés, és egyébként tényleg úgy indult. Ugye ez 1929-ben volt az első Oscar és pont úgy indult, hogy leültek egymás, tehát ilyen kerekasztalok voltak, és, és, és egymás díjazták a szakma. Ott még nem volt ilyen nagy felhajtás, nem volt közvetítés, meg ilyenek. Tehát, uh -huh. hogy semmi, nem is erről szólt. Ez egy szakmai díj, és szerintem a mai napig az. Uh -huh. Én szerintem ez a szakmának szól, egymás között uh -huh. adják ezeket a díjakat. Igen, úgy jobb kezelni, hogy könnyebb megérteni. Igen. Igazából. Csak talán átment néhány olyan fázison, amikor, amikor próbálták, hogy ne az legyen. Nem tudom, hogy népszerűbb legyen a gadíkiasztó, vagy sem. Nem tudom. Hát mióta ennyire publikus, valószínű. Igen. Egy ilyen üzenete is van. Igen. Meg ugye mindenféle éppen aktuális trendet meglovagol az Oscar mindig, mm. ami miatt ugye kapja is a savat, Igen. maga a rendezvény. Most ez, ezzel nem lehet mit csinálni. De tök a jó valami. fényképek készülnek, amikor tudod, csak vegán menni van, és akkor így elkapják a színészeket, tudod, hogy a sofőrök hozzák a megtalálcot, és így húszassával mennek izabálni. Tudod, így, úgy eszik az meg, hogy lehet. ilyen öt másodperc, de ahogy mindenki a szájába, igen. és szalad vissza, hogy igen, igen, ez a pizza nagyon jó. Igen, igen, Nem igen. tartalmaz az újra hasznosított patkányt, meg ilyeneket. Azok a legjobb fotók, amik készülnek. És persze mindenki cigizik. Miközben ezt csinálja így. De, mint az állat. Hát na. Jól működik. Ez, ez, ez ilyen sajnos. Vannak, vannak ennek negatív részei, de szerintem Szerintem alapvetően ez kell egy ilyen szakmai... Én megértem én meg azt is, persze, hogy azt szükség van rá. Én szívesen néznék, csak az van, ez más kategória. Nem tudom, most eszembe is jutott, nem tudom, hogy olvastál rá hogy most eléggé próbálták presszionálni... Na bassza, meg mindjárt mondom a, a John wick gárda, mm -hmm. úgy, ahogy van, tehát a rendező is, meg, 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 meg amúgy Keanu Reeves is, próbálták nyomást helyezni az Oscarra az elmúlt két hónapban, hogy legyen egy best stunt work, vagy milyen Aha. kategória, tehát hogy legyen egy kaszkadőr kategória kaskadőr. is, és eszembe jutott az, hogy hogy, 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 hogy ja, amúgy, én, én szívesen megnéznék egyébként minden évben egy ilyen külön szekciót, Aha. ami mondjuk arra épül, hogy mondjuk, mit tudom én, ö, tényleg a legjobb kaskadőr munka, ö, legjobb autósüldözés, Érted? Mm -hmm. Vagy nem tudom, tehát Helya, ilyen, simán ilyen lehet, dolgok, Én, mintha, mintha lett volna olyan, amikor a időszak, amikor volt, volt? ilyen az oszkáron, nem tudom, de úgy, de úgy szívesen megnéznék ilyeneket is, mert érted, vannak olyanok, akik, tehát hogy, hogy mondjam, az is egy, meg az is egy műfaj, az, az, az is, meg, is az az, tehát, hogy, és azt is lehet nagyon jól csinálni, meg nagyon rosszul. Igen, igen. Igen, és ja, egy, egy, egy vértizzadó szakma egyébként most már, ami, amit próbál megölni a cgi nem, próbált megölni a CGI, és nem sikerült neki. Uh -huh. Emlékezetek csak vissza azokra a nagyon jó jelenetekre, amikor a, a harci jeleneteknél ugye CGI -fő ja. főszereplőnk volt, milyen faszán nézett ki. Nagyon jó. Nagyon milyen jó, jó. volt. De még, mindig, még mindig realisztikusabb. És ezt ugye évről évre bebizonyítják, hogy, a, hogy ugye az a baj a cgi vel hogy supportként tök jó működik, de az embert, meg az emberi, tehát az emberi, mozgás, ezek olyan dolgok, amiket ugye az evolúció során az emberi faj jó sokat látta. Uh -huh. És minél, minél közelebb érsz a valósághoz, annál, annál jobban bassza az emberek szemét. Aha. Mert Ez ugye jó, tudja, hogy nem az. Persze. Engem. De régen lehet, hogy volt Stant azért mondom. Majd meglátjuk. Na. Hát hát, ha visszahozzák. de végül is lehetne. Tényleg. Főleg, hogyha már arról beszélünk, hogy szakmai díj. Igen. Simán igen. A Special Effects díjat lehetne szétszedni. Ja, amúgy igen, oda például totál elférne. Igen. Egyébként. Amúgy igen. Mm. Igen. Na majd látjuk, hogy változtatnak-e valamit. Nem az volt a neve, de az volt a lényege. Ó, oh, oké, okay. Oké, okay. tehát, hogy valami más neve volt. Az Emin van bestant. Hát igen. De az emi az. Az emi az TV, nem? I igen. Mindig keverem. De igen, 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 igen. igen az igen. emi az TV. Igen, 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 igen. Az nem cinema. Szerintem Azt igen. Szem legjobb néző díjért nincs? Jó kérdés. Jó kérdés. Azon lehetne interneten nevezni. Az a baj, ennek szavazás lenne a vége. Az meg látjátok milyen. Igen. Most itt meg tegnap egy szavazást. Ja, igen, igen, rakták ki tegnap. Igen, ott is érdekes eredmények születtek. igen. Furcsa tán... statisztika, hogy most már évek óta úgy rájdalunk egyébként ezen az egész dolgon, hogy szinte minden szavazásnál az jön ki, hogy, hogy amikor a döntés a tekezetben van, inkább viccelsz. Általában ez szokott lenni, persze. <laughs> persze. Érdekes. Érdekes. a um, legjobb streaming szolgáltató. Igen, azt láttam én is, hogy, hogy, Jimmy Kimmel ott viccelődött egyébként valamennyit. És ja, ott volt szó Pedro Pascalról is, hogy milyen érdekes nem, hogy itt az Oscar Gálá most szénoszogatják a díjakat, az, az egész világ őt nézi minden héten mindig. Ja, igen, igen. De ő meg csak úgy elment. Úgy elment, igen, ez van. Bandég. De persze, persze, nyilván ez egy teljesen más kaliberen amiben ő dolgozik. Hogy De az egyiknek ma vége lesz. Így van. A Last of us ma lesz az évad záró része. Igen, amit van. holnap majd ki is beszélünk veletek. Nagyon kíváncsian várom, hogy hogy, hogy sikerült megragadni a dolgokat. <kül> A rész hossza aggodalomba ö, ö, taszított, uh -huh. szemöldök rángatásba. Igen, mert beszéltünk is, hogy reméljük, hogy hosszú lesz, és aztán. Nyálpe. Igen. Az egyik legrövidebb rész lesz az évadban, de nem baj. Megnézzük, nagyon összesűgtették Pista, össze van vágva, montásszerű lesz. Szóval kíváncsi a várom, tényleg nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá. Engem. De holnap reggel átfő beszélni, vagyis nem holnap reggel, mert ezt, ezt, holnap délben már láthatjátok a kibeszélőt. Jó, ez egész biztos, igen. Ja, Egy és nem. srácok, pontosan, ha már Pedro, Pascal ugye a mandalóriánból is csináljuk a, 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 a kibeszélőt folyamatosan. Uh -huh. Nagyon érdekes, és nagyon klassz, hogy látni egyébként azt, hogy tényleg nagyon jól látszik, hogy, megy, hogy mekkora az érdeklődés ezt a fasz iránt. Világszinten is, is ugye? Tudj. Ennek leforításaképpen nálunk is látszik, hogy mekkora különbség van a Mandalorian, meg, 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 meg elközött például a érdeklődésben. És ez nagyon érdekes. Uh -huh. Hogy, hogy, hogy tehát, ez nem, tehát nem egy ilyen kamú uh, Hype felhő egyébként nem. a Last of Us sorozat, hanem tényleg ennyire szeretik. Nem, hát egy brutális számokat uh, csinálom úgy hetente. Igen. Mindig osztja meg az HBO, hogy rekordot döntött. meg, meg Minden epizód eddig minden, azt hiszem. A, én szerintem is, szerintem is. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Az biztos, hogy nagyon nagy hatással lesz erre a műfajra. Az adaptációs műfajra. Uh -huh. Nem azt mondtam, hogy pozitív hatással lesz, csak, hanem, hogy, hogy nagyon nagy hatással lesz. lesz, lesz. lesz. Biztos. Tehát biztos, hogy egyre több ilyet fogunk látni. De, de érted, ha csak egy-kettő jó a sikerül az már jó. Meg engem amúgy is érdekel. Ja, ja. Mert ugye azért lássuk be, hogy volt már egy nagy periódus, amikor próbálkoztak játékokkal. Uh -huh. Nagyon sokkal. És azóta Megváltoztak a videójátékok. Tehát sokkal több lett a nagyon kemény, pontú játék, igen, igen. amihez nem kell nagyon piszkálni, hogy működjön. Igen, igen, igen. Ja, amúgy simán el tudnék képzelni sok mindent. Igen, igen, igen. Tudom, igen, igen, igen. igen. Nagyon nagy nyomás lesz a Gadafort sorozaton, de szerintem a Gadafort nem lehet megcsinálni ö, olyanra, mint a mint, a, mint a mint. Tehát egy sokkal ö, ö, megfoghatóbb történet a Last of Us, mint a Gadafort. Ami szerintem azért érthető, nem? Uh -huh. Így, tehát megfoghatóság szinten. Működni fog a -e, szerintem, nem? Hát nem tudom, tehát szerintem mondom, úgy értem, hogy megfoghatóban lesz a fasz, hogy ugye kell egy felnőtt ember, meg egy fiatal lány, és akkor a köztük lévő kémiáról szól a sorozat. Ja, hogy így gondolod, igen. Tehát a ez, God of War ez az, egy, az egy kicsit ez másról jogos. szól. Tehát most teljesen mindegy, látod, nagyon igen. nem kellett zombikat sem, meg vagyis kliköröket, meg ilyeneket sem csinálni a sorozatban. Hát nem csinálnak, csinálnak ilyen részeket, tudod, hogy mit tudom én, Kratos meg egy kisrác beszélget a barlangba. Igen, értelem, szerintem az nem fog menni, de de, de meglátjuk. Nagyon sok, nagyon sok uh, adaptáció jön szerintem. Uh -huh. uh, meglátjuk, hogy hogy fog sikerülni, meg Kiderül. De én bízom amúgy benne, hogy hogy, hogy legalább egy-két dolog jó lesz. Ugye a miről tudunk most? A Fallout sorozat készül. Igen. igen. A God of War készül. Elvileg lesz valami Call of Duty film, igen. Ami teljesen mindegy, mert mindegyik háborús az az. film, mindegyik háborús per film, Call of Duty film. Nem tudom, a halo Halo-t folytatják? Igen, igen, igen. igen. Akkor a Halo-t halo halo folytatják, de az, az, nem új. Most olyan a Super Mario film. Igen. Super Mario, aha. Ezek, ezek, ezek ér, nekem a Ez a kódfilm nekem ez ilyen teljesen megfogadatlan. Tehát így tegyétek be otthon a Black Hawk Down-t, és írjátok rá egy papír, hogy Call cool of Duty, így ragasszátok. De tényleg a, a Hogwarts Legacy is bejelentették, hogy igen, az is lesz. Igen, az is lesz. A az Tetris az, lesz. a Tetris az, nem, az nem a, Az, nem, az egy ilyen... Az, az arról szól, hogy hogy ilyen. lett a Tetris. Igen. Az nem... Az nem a Tetris... Az nem a Tetrisről szól, hogy mondjuk, mit tudom én, a, tudjátok, a, a négyzet alakú beszélget az L alakúval. Igen, igen, nem, nem, Most akkor te mész le, vagy én? Grand Turismo film, igen. Az már cél van a Grand Turismo film. Ami egyébként ugyanolyan, mint a Call of Duty film, hogy mit tudom én, a Ford vs. Ferrari-ra írjátok rá, hogy az a Gran Turismo. Hát, amúgy. Vagy a rásra. És akkor, az. Igen, igen. De ez készül a Call of Duty film. Bár, 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 pontosítunk. Elméletileg a Call of Duty film az a Modern Warfare 1. Na. Sztoria akar lenni, és akkor már más. Na, úgy már jó. Akkor már más. Akkor már más a téma. Mondom, Kevilt mondják, hogy Captain Price-t uh, lehet, hogy ő fogja alakítani. Van, készült róla néhány ilyen kép. Vagy nem rossz? Úgy komoly tehetség, nem kellem úgy hozzá. Teh Tehát most nem erről van szó, ott tényleg a lux lesz a lényeg. Igen. A sisú egy. Hmm? <laughs> az egy best moments kod film lesz. sisú? A sisú. Az mi? Hát tudod, az a. Az a... Megosztott a Twitteren a trailerét. Az a, Jó, háború... a Sisu, az meg a, az a film. Oké, oké, oké. Igen, no, igen, igen, tó, az a lesz. Ja, de az egy kódfilm lesz, amúgy. Igen. igen, 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 igen. Dead by Daylight film is készül. Az is lesz. Hát nem az, ja. az, 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 az melyik ja. slasher horror nem az. Ja, az igaz. Na mindegy, igen, ez is ez is ilyen. Ah, Just lezárta. Köszönjük a streamet, találkozunk délután. Szóval vége. Jó. Akkor szevasztok, srácok! Találkozunk egytől. vissza Visszajövök, és a return visszatér, ugye? Visszatér. A Returnal, ezúttal a PC-n, nagyon kíváncsi vagyok, újabb nekifutás. Szeretem az ilyen streameket, megmondom, Ösz, őszintén srácok, ö, ö, többet csináltam már az elmúlt két és fél évben, mm -hmm. amikor egy félbehagyott ö, vagy, vagy, vagy épp csak nem befejezett játékot inkább előről kezdtünk, vagy új platformon, vagy a folytatás miatt, vagy egyéb dolgok miatt, és ilyenkor már ilyen backseat streambe csináljuk, hiszen ugye már mindenki játszotta a játékot, aki akarta, és akkor így neki, neki veselkedünk, megnézzük, milyen lett PC-n, legalábbis én, mm -hmm. e és, e és megpróbáljuk most ezúttal végigvinni. Így igaz. Ez lesz így a program egytől. E, úgyhogy ez lesz a program. E, még egy kiegészítés, aztán esküszöm megyek, ma a végén még Just rám húzza a vizes lepedőt. E, a Bleak nevezetű Indie like játékot. ma akartam megnézni. Várunk még vele. Kicsit jó, majd kicsit üljön le most a balhé, hey, meg jöjjön ki egy perc, és akkor utána lehet megnézzük, Jó. jó. Rendben van. Na, legyetek jó. Szép hetet is. mindenkinek. Szevasztok. Szevasztok.